Még javában folyik a munka az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont műfüves csarnokában, de a szakvezetés az edzők segítségével meglepetéssel készült a gyerekeknek december 7-én. Évek óta tervezzük azt, hogy a legkisebbeknek elhozzuk lapföldről azt az őszakalás bácsit, viszont eddig nem volt olyan infrastruktúránk, hogy mondjuk egyszerre 80-100 gyereknek át tudja adni a kis ajándékunkat. A kapusoknak már Solyom Csabi személyében Dibusz Dénessel kedveskedtünk, és most mivel az infrastruktúra elkészült, úgy gondoltuk, hogy ide ettől az évtől kezdve minden évben el kell hoznunk lapföldről a Mikulást a gyerekeknek, úgyhogy ez most úgy néz ki, hogy sikerült, kíváncsian várom én is, hogy fogják fogadni. A kis focisták először észre sem vették a meglepetés vendéget, annyira koncentráltak az edzésre. Aztán, amikor kiderült, hogy kiérkezett a csarnokba, mindannyian odafutottak, hogy köszöntsék a Mikulást. A Mikulás is egy futball szerető ember azért, azt el kell, hogy mondjam. Annól még én is játszottam a finn első ligába. Most már csak az öreg fiúkban játszok, most már 15-20 éve. Úgyhogy nagy futball szerető vagyok. Természetesen, ahol azt hallom, hogy vannak ügyes gyerekek, és szeretik a focit, oda első körbe jövök. A Mikulás elárulta azt is, hogy kiknek szurkol a világbajnokságon. A világbajnokság, hát szeretem a jó focit, jelen pillanatban az argentinoknak, a portugáloknak is, a finnek azok nem jutottak ki, azoknak most még van fejlődni, hát meg azért a munkás felé is kicsit húz a szívem. De az nem világbajnokság, ugyebár, de hát amit itt hallom, hogy itt mennyi jó, ügyes gyerek van, hát ide húz a szívem egy kicsit. A sport szerető télapó nem csak ajándékokkal, hanem dekázó technikájával is meglepte a gyerekeket.